Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket advent negyedik vasárnapjának az erő estéjén. Szeretettel köszöntöm a Dunabogdányi Fúvó zenekarnak a tagjait, akik én már hagyományos módon a Szent Misén szolgálnak, és utána pedig a mise után egy karácsonyi váró koncertet adnak a számunkra. A gyertyagyújtásnak a szertartásával kezdjük a Szent Misét. Advent negyedik vasárnapján Szűz Mária és Szent József karácsonyi készületéhez csatlakozunk. Milyen lelkület jellemezte Szent Józsefet? Az evangéliumok erős, bátor, munkás emberként mutatják be őt. De ehhez a nagy lelki erőhöz az ő lelkében gyengétség is párosult. A gyengétség nem erőtlenséget jelent, hanem éppen ellenkezőleg a léleknek az erejét. A gyengétség, a figyelmesség, az együttérzés, a mások iránti nyitottság a szeretetnek a képességét jelenti. Karácsonyi készületünkben Szent József arra emlékeztet: ne féljünk a jóságtól, a gyöngétségtől, különösképpen a gyermekek, az idősek és a betegek iránt. Kérjük most testvéreim alázattal, és hívjuk örvendezve Jézus Krisztust, aki Szűz Máriától született. A fohászokra ezt feleljük közösen: jöjj el, Urunk Jézus! Isten egyszülött fia, te úgy jössz el, mint a szövetség igaz hírnöke, fogadjon be és ismerjen el téged a világ. Te az Atya szülött eljöttél, és Szűz Mária által testet öltöttél, tisztíts meg emberi természetünk minden nyomorúságától, romlottságától. Te vagy az élet, mégis eljöttél, hogy értünk halált szenvedjél, ments meg minket az örök halál büntetésétől. Te, aki az ítélet napján jutalmat adsz, sokszor tapasztalt irgalmaddal ébresz bennünk új buzgóságot. Krisztus Urunk, te haláloddal segítettél a megholtakon, hallgass meg elhunytjainkért mondott imádságunkat. Jöjj el, Urunk Jézus! Mindenható Istenünk, ad kegyelmedet, hogy jól fölkészüljünk Szent Fiad érkezésére, és életünk adventje után eljussunk hozzád, általa, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
Ismertetem a mai mise szándékunkat, hálaadásul ajánljuk föl a jóságos Istennek ezt a szent misét. Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Azokban a napokban így szólt az Úr Akház királyhoz. Kérd magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág mélységeiből, akár felülről, a magasból. De Akház így válaszolt. Nem kérek jelet, és nem kísértem az Urat. Erre Izajás próféta azt mondta. Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad nektek jelet. Íme a szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi, ami annyit jelent, velünk az Isten. Ez az Isten igéje. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, Pál Krisztus Jézus szolgája és meghívott apostola köszönt benneteket. Isten kiválasztott az ő evangéliumának hirdetésére, amelyet prófétái által a szentiratokban előre megígért, fiáról, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Ő test szerint Dávid nemzetségéből származott, a szentség lelke szerint azonban a halálból való feltámadásával az Isten hatalmas fiának bizonyult. Általa nyertük el a kegyelmet és az apostoli küldetést, hogy neve dicsőségére munkálkodjunk a hitért minden nép között. Ezek közé tartoztok ti is,
akiket Jézus Krisztus meghívott. Üdvözlöm mindazokat, akiket az Isten szeret és a szentségre hívott. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ez az Isten igéje. Legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus Krisztus születése így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szent Lélektől. A férje, József, igaz ember volt. Nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szent Lélektől van. Fia születik, majd akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a proféta által mondott. Íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Amikor József fölébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban, kedves testvérek, advent fő alakjai, vagyis Izajás próféta, keresztelő Szent János és Szűz Mária után, az evangélium ma egy csendesebb és titokzatosabb személyre, szentre irányítja a figyelmünket. Szent Józsefre. Ő is lehet tanítómester számunkra a karácsonyi készületünkben. Hogyan mutatja be őt a Szentírás, milyen személyként írja le őt? Úgy fogalmaz az evangélista, hogy József igaz ember volt. És ez az igaz szó a bibliai nyelvezetben a szentségnek a szinonimája, olyan valaki, az igaz ember, aki az Isten előtt kedves, az ő útjain jár mindenben. Kétségtelenül magában foglalja ez a fogalom azt, hogy törvénytisztelő volt Szent József, azonban semmiképpen sem farizeus, mert József a törvénynek a betűjén túl képes volt a szellemét az Isten törvényének a lelkületére ráirányítani.
És ez abból derül ki, ahogyan József Máriával kapcsolatban viselkedik. Egyetlen szóval lehetne jellemezni a magatartását, az irgalmasság kifejezéssel. József kimondhatatlan csalódást és fájdalmat érzett, amikor Máriával szembesül, aki nem tűnik szűznek, de mégis kíméletesen akar vele szemben eljárni, amikor elhatározza, hogy titokban fogja őt elbocsátani. Mielőtt angyali szó fordult volna Józsefhez, ő már döntött a könyörületesség mellett. Aztán egy másik szempont, ami mellett megállhatunk, ez Józsefnek a töprengése. Szent József tanácstalan volt. Gondolkodott, várt, töprengett magában. Ez is hozzá tartozik az Isten akaratának a kereséséhez. Vannak olyan helyzetek az életben, amikor összekuszálódnak a szálak, amikor látszólag nem is létezik jó megoldás. Azonban Szent József hitt a gondviselésnek az irányításában, vezetésében. Bízott abban, hogy ő majd segíteni fog kibogózni az összegabajodott szálakat. És ezzel elérkezünk a názáreti ácsnak a következő erényéhez. Szent József hitt a természet fölöttiben. És ebben ellentéte volt Áhász királynak, aki hitetlen racionalista volt. A józan észre hivatkozva elutasította az égi jelet. Szent József viszont a töprengésen az emberi észen túl nyitott volt a természet fölöttire. Ezért tudott szólni hozzá az angyal. Ezért volt képes elfogadni, hogy a Szentlélektől is foganhat élet Szűz Máriának a méhében. Ez nem volt hallatlan dolog a számára, mert ő maga is mély kapcsolatban állt a Szentlélekkel, hiszen állandóan figyelt a sugallataira. Kedves testvérek! Mi mindent tanulhatunk tehát Szent Józseftől? Hát először is példát ad számunkra az igaz mi voltjával, az emberségével, ahogyan gondos, józan, megbízható férként és lendő apaként viseltetett, eljegyzett felesége és később a gyermeke iránt. Különös kimondani, mégis igaz, Szent József nagyszerű példakép volt a kis Jézus számára. Sohasem botránkoztatta meg őt. A munkája, a becsületessége, az őszinte vallásossága, az, ahogyan beszélt, ahogyan hallgatott, ahogyan a pénzt beosztotta, mindez szép minta volt Jézus számára. És aztán eltanulhatjuk Józseftől Isten akaratának a szenvedélyes keresését is. A mi életünkben is vannak embert próbáló helyzetek, amikor összekuszálódnak a szálak, amikor nem találjuk a kiutat. Ilyenkor keressük szenvedélyesen, hittel Istennek az akaratát, az ő szándékait. Úgy, ahogyan Szent József megmutatta, először is az értelmünket használva, töprengve kérjük, keressük az Istennek a szándékait. Mert azért adott nekünk észt, értelmet az Úr, hogy használjuk.
és aztán az is egy jó gyakorlat, jó tanács, aludjál még rá egyet. Szoktuk ezt másoknak is mondani, ne siessük el, hanem fontoljuk meg a döntéseinket, ha fontos kérdésekről van szó. És végül keressük a Szentléleknek a sugallatait az imádságban. Végül Szent József példa számunkra a Szentlélekkel való kapcsolatában is. Lélekben Szent József is a Szentléleknek a temploma volt. Istennek a lelke tette őt igaz szent emberré, aki alkalmassá tette őt arra, hogy otthonában nevelkedhessék Jézus. Mi is a Szentléleknek a templomai lehetünk. A keresség, a bérmálás és a szent áldozások által. Meglátszik-e rajtunk ez, hogy a léleknek a templomai vagyunk? És az én otthonom alkalmas-e arra, hogy ott lélekben megszülessék és növekedjék Jézus? Jóságos Szent József oltalmaz minket, családjainkat és egyházközségünket. Segíts, hogy Istennek mindenkor tetszésére legyünk. Ess ki számunkra igaz istenfélelmet, élő hitet, hűséget, megbocsátást, tiszta lelkiismeretességet, alázatot, nagy szeretetet Isten és embertársaink iránt. Könyörög érettünk, hogy soha el ne lanyhuljunk, járj közben értünk, hogy Isten bennünket is igaz emberekké tegyen. Amen. Valljuk meg a Szent Háromság egy Istenbe vetett hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kénhalált szenvedett és eltemették, harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy kerességet, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, az Úr közel van, azért jön közénk, hogy üdvözítse a világot, kérjük tehát bizalommal. Úrunk Jézus Krisztus, tisztíts meg népedet a bűntől, hogy örvendező lélekkel várja eljöveteled szent ünnepét. Kérünk téged, hogy Úrunk Jézus Krisztus,
eljöveteled várása töltse be minnyájunk szívét szent békességgel és reménységgel. Kérünk téged, válasz meg minket. Úrunk Jézus Krisztus, vezet egységre a népeket, hogy megszűnjék a háború és a gyűlölködés az egész világon. Kérünk téged, válasz meg minket. Úrunk Jézus Krisztus, enyhítsd a szegények ínségét, karold fel az elhagyottakat. Kérünk téged, válasz meg minket. Úrunk Jézus Krisztus, vezesd a megtérés és a bűnbocsánat útjára a bűnösöket. Kérünk téged, válasz meg minket. Megváltó Jézusunk, egyszer már eljöttél a világba, jöjj el mindnyájunk szívébe is, és szent jelenléted által tölts el minket békével és reménységgel, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk, hogy ugyanaz a Szentlélek, aki a boldogságos Szűz Mária méhét eltöltötte ígéreiben, szentelje meg oltárodra helyezett áldozati adományainkat Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus Urunk által. Őt előre hirdette a proféták szózata, és kimondhatatlan szeretettel hordozta a szűzanya. Az ő közeletét jelezte keresztelő János, majd bizonyságot tett arról, hogy már hozzánk érkezett. Ő megadja nekünk, hogy születésének ünnepét örvendezve várjuk, és így imádságban vírasztva, dicséretében újongva találjon minket. Ezért mi is, miként az angyalok és szentek, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt, vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk,
minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott oda a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve fölajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörő kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, keresztelő Szent Jánossal, és minden szenten együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk szavára és isteni tanításán fölbátorodva, így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz is uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjünk ki szívből egymással. Egy
legyen békesség köztünk mindenkor. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Két oldalt, először a jobb, majd a bal oldalt lesz az áldoztatás.
Könyörögjünk, magunkhoz véve megváltásunk zálogát kérünk, mindenható Istenünk, add, hogy minél inkább közeledik az ünnep üdvöt hozó napja, annál nagyobb odaadással készüljünk fiat születése misztériumának méltó ünneplésére, aki ér és uralkodik mindörökkön örökké. Hirdetések advent 4. vasárnapján. A Szent Misa után a Duda-Bogdányi Fúvózenekar adventi koncertet ad, aki tud maradjon. Mindenkinek köszönjük, aki templom ünnepekre való felkészítésében, a takarításban, a díszítésben részt vett, vagy adományt adott a virágokra és a templom fűtésére. A héten, kedden és csütörtökön lesz még Roráte Szent Mise. Aki tud, jöjjön. A Jézuska várás 24-én délután 3 órakor lesz templomunkban. Szeretettel várunk minden gyermeket szüleikkel együtt. A karácsonyi éjjeli mise 24-én este 9 órakor kezdődik. December 25-én, karácsony első napján, vasárnapi rendszerint lesz Szent Mise, délelőtt 11 órakor és este 6 órakor. Karácsony másnapján, december 26-án csak délelőtt 11 órakor lesz Szent Mise. Előre jelezzük, hogy december 27-én és 28-án, kedden és szerdán nem lesz Szent Mise templomunkban. December 31-én, pénteken este 7 órakor lesz az évvégi hálaadás. Nádler Gábor életének 65. évében elhunyt. Temetésével kapcsolatban később adunk tájékoztatást. A Szent Misék rendje. Vasárnap délelőtt 11 órakor a Jung, a Gersmeyer, a Bálint és a Dobos család elhunyt tagjaiért, valamint elhunyt Nádler Gábor és felesége Fészlő Borbála és fiúk Gábor, valamint elhunyt Tóth Gyula, felesége Rozália, elhunyt ifjú Szatmári Antal és felesége Erzsébet, elhunyt Szatmári Antal és felesége Terézért lesz Szent Mise. Este 6 órakor a Bocskai család elhunyt tagjaiért. Kedden reggel 6:30 az Izsák család elhunyt tagjaiért és Hoffmann Mártonért lesz Szent Mise. Csütörtökön reggel 6:30 a pap, a Szatmári, a Német és a Dinyés család elhunyt tagjaiért és elhunyt Vitályos Lászlóné Márton Sáráért. Szombaton este 9:00 elhunyt Kalász István atyáért. Vasárnap este 6:00 elhunyt Fogel Ferencné, Meszárek Viktória, elhunyt Nádel Gábor, felesége Nagybrant Erzsébet, gyermekeik Gábor, Anna és Erzsébet, vejeik József, Gyula és Pál szándékára lesz Szent Mise. Jelzem, hogy holnap este 6 órakor pedig gitáros, családos, illetve ifjúsági Szent Mise lesz. Most pedig fogadjuk az ünnepélyes áldást, és utána hát maradjunk a koncerten. Az Úr legyen veletek! A mindenható és irgalmas Isten, akinek egyszülött fiáról hittel valljátok, hogy eljött közénk, és várjátok, hogy újra eljön az idők végén, szentelje meg titeket eljövetelének fényességével, és árassza rátok gazdagon áldását. Adja meg nektek, hogy a földi élet küzdelmei között álhatatosok maradjatok a hitben, örvendezők a reménységben, és tevékenyek a szeretetben. Ti, akik most megváltunk tesz szerinti eljövetelének szívből örvendeztek, dicsőséges második eljövetele idején nyerjétek el tőle az örök élet bőséges jutalmát. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindenkor. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála!